A nyugodt vezetés érdekében az új Renault Clio sebességkorlátozó és sebességtartó automatikával rendelkezik. Ezek a funkciók nagyon fontossá válnak. Kezdjük a sebességkorlátozóval, ami segít egy előre megadott sebesség alatt maradni. Így módon bármikor beállíthatja ezt a sebességet az éppen hatályos sebességkorlátozásokra. Ha 30 km per óránál nagyobb sebességgel halad, válassza ezt a gombot a sebességkorlátozó bekapcsolásához. Ekkor a jelző fény kigyullad a műszerfalon, és ekkor meg kell határozni a sebességet. A sebesség első alkalommal történő beállításához nyomja meg a gombokat a kívánt sebesség csökkentéséhez vagy növeléséhez. Ha hosszan nyomja meg, 10 km per órás lépésekben válthat. Ugyanezzel a művelettel bármikor megváltoztathatja a sebességet. Ha elérte a korlátozott sebességet, a lába egy kemény pontot fog elérni, egy ellenállást a gázpedál megnyomásakor. Ha biztonsági okokból például előzésnél meg kell haladni a korlátozott sebességet, nyomja határozottan a gázpedált a kemény pont fölé. Ezután a jármű meghaladhatja a sebességkorlátozó számára meghatározott sebességet. Ilyenkor a sebesség a műszerfalon pirosan villog. A korlátozott sebességhez való visszatéréshez lassítson le, miután ismét elérte a korlátozott sebességet, a kijelző visszatér a normál értékhez és a sebességkorlátozó újraindul. A funkció készenléti állapotba történő helyezéséhez egyszerűen nyomja meg ezt a gombot. A korlátozott sebesség tárolódik és megjelenik a műszerfalon. A sebesség újbóli aktiválása, elegendő egyetlen gombnyomás. A funkció teljes kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot, a mentett sebességet ezzel törli. Egy meredek lejtőn a rendszer nem tudja korlátozni a sebességet, ebben az esetben a mentett sebesség piros színnel villog a műszerfalon, és rendszeres időközönként hangjelzést ad, amely tájékoztatja önt arról, hogy a korlátozott sebességet meghaladó sebességgel vezet. Ezután a jármű feletti irányítás visszavételéhez a fékre kell lépnie. A normál körülményekhez való visszatérés után a sebességkorlátozó újraindítja a funkciókat. Nézzük meg most a sebességtartó automatikát, amely abban segít önnek, hogy a Clio-t a kívánt sebességen tartsa, különösen kényelmesen használható a hosszú autópályautazások során. A sebességtartó automatika bekapcsolásához válassza ezt a gombot, ha 30 km per óránál nagyobb sebességgel vezet. Ezután a figyelmeztető lámpa kigyullad a műszerfalon, és be kell állítani a sebességtartási sebességet. Ehhez, amikor a sebesség stabil, nyomja meg az egyik gombot, az aktuális sebessége lesz az utazó sebesség. Ezután elveheti a lábát a gázpedálról, miközben továbbra is a forgalomra fókuszál, a haladási sebessége változatlan lesz. A sebességet bármikor megváltoztathatja, ezzel a gombbal csökkentheti, ezzel pedig növelheti. Ha hosszan nyomja meg, 10 km per órás lépésekben válthat. Ha vissza akarja venni az irányítást a jármű gyorsulása felett, például előzésnél, egyszerűen nyomja le a gázpedált. A sebesség ezután pirosan villog a műszerfalon. Ha vissza akar térni az utazó sebességre, lassítson. Néhány másodperc múlva a jármű visszatér a sebességtartási sebességre. A sebességtartó automatika három módon állítható készenléti állapotba. A gomb megnyomásával, a fékpedál lenyomásával és a tengelykapcsoló pedál segítségével vagy automatikus sebességváltó esetén semleges helyzetbe állítással. Ha a sebességtartó automatika készenléti állapotban van, akkor a sebessége elmentésre kerül és megjelenik a műszerfalon. A sebességtartó automatika újraaktiválásához győződjön meg róla, hogy a forgalom és az útviszonyok megfelelőek. Ezután nyomja meg ezt a gombot, ha 30 km per óra feletti sebességgel vezet. A figyelmeztető lámpa ismét kigyullad és a sebesség szabályozva lesz. Ha az előre beállított sebesség nagyobb, mint az aktuális sebesség, a jármű felgyorsul, hogy elérje az utazó sebességet. Ha a funkció készenléti állapotban van, és azt az aktuális sebességgel szeretné újraaktiválni, válassza ezt a gombot. Az aktuális sebessége felváltja a mentett sebességet. A funkció teljes kikapcsolásához például egy városi területen nyomja meg ezt a gombot, a mentett sebesség törlődik. Meredek lejtőn a rendszer nem tudja szabályozni a sebességet, ebben az esetben a mentett sebesség piros színnel villog a műszerfalon és rendszeres időközönként hangjelzést ad, amely tájékoztatja önt arról, hogy a megadott sebességet meghaladó sebességgel vezet.
Ezután a jármű feletti irányítás visszavételéhez a fékre kell lépnie. Amint a helyzet visszatér a normál állapotba, újra kell aktiválni a sebességtartó automatikát. Ne feledje, hogy a sebességkorlátozó és a sebességtartó automatika egyszerre nem használható. Ha például a sebességtartó automatikát aktiválja, miközben a sebességkorlátozó aktív, a sebességkorlátozó kikapcsol és a mentett sebesség törlődik. Most már ismeri a vezetési segédeszközök előnyeit. Ezek a sebességkorlátozó és a sebességtartó automatika. Biztosítják a nyugodt vezetést az úton. Boldog vezetést az új Renault Clio-val!